Ja, mit vagytok? Észre se vettelek titeket, bocs. A fáradtság. Már eljutottam arra a pontra így az előző két rész után, hogy nem biztos, hogy olyan jó ötlet volt a sorozatot feléleszteni. Én belemerültem megint a Facebookba, csoportokat nézegetek, jelölgetnek ezerrel, mint régen, és fú. Az ember azt hinné, hogy ezek fogynak, de nem, ezek nem fogynak. Sőt, ez olyan, mint egy nyári nap, hogy felnézel az égre, tök tiszta, 5 perc van megint felnézel, és ott a felhő, azt rátszakar az eső. Ugyanez, csak itt annyi a különbség, hogy a sok esőcsepp még pofázik is. Na mindegy, nem panaszkodok, de panaszkodni akarok. Kéne egy jó pszichológus. Keressünk a Facebookon, hát ha találok egyet. A Facebook egy fantasztikus hely, mindenki megtalálható rajta. Mindenki ért mindenhez, magasröptű véleményüket pedig nem tartják magukban. Ezek virológusok, sebészek, politikusok, történészek, gázszerelők egyben. A legjobb helyen vagyunk, bármi van, emberek milliói sietnek a segítségünkre. Most például itt van Erzsébet, aki pszichológusnak vallja magát. Hát az én véleményem viszont az, hogy egy gyökér. Nézzük is, hogy miért. Blablabla. Erzsébet vagyok, pszichológus szaktekintély. Ó, bazd meg. Hát nem tudom, nekem a profilképe alapján nem tűnik egy elismert, jól fizetett szaktekintélynek azzal a 28-as biciklivel a Tesco előtt két gyerekkel a biciklikormányon, de félreteszem az előítéleteim. Pszichológiát vállalok pénztárca barát mód felett. Hopp, az autókorrekt. Egy órát beszélgetünk, az óra lejárta végén pedig bizonylattak kellene felmutatni az átutalt pénzt. A NAV kedveli ezt. Kommentben szóljanak, ha van igen a szolgáltatásra, kosz. És meglepődtök, azért akad szép számmal jelentkező. Hát mit veszítetek azon a pár forinton kívül, úgyis már rám férne egy kis beszélgetés. Jelentkezek én is. Nem telt el sok idő, írt is privátban a szaktekintély. Az óra 13 órakor kezdjük. Ha rendben gondoltam magamban, addig van 2 perc, ha kibírom. 13 óra lett. Nem történt semmi. Várok egy kicsit. 13 óra 20 perckor azért ráírtam. 13 óra 20 van. Mikor kezdjük? A mai napra gondolt? Kis türelmet, ha lehet, mással is beszélek, nem csak önnel, kicsit több tiszteletet. Ha... bocsánat. 13 óra 32 perckor végre írt. Szóval Péter, mi a gondja? Hát nem is tudom, hol kezdjem. Nehéz mostanában. Mire gondol? Hát ez a pandémiás időszak egy kicsit kikészít, nem találkozhatok a barátaimmal, meg ilyenek. Aha! És itt csönd. 6 percen keresztül. Most mi van? Bocs, csak közben a gyerek itt pofázik. Szóval igen, elhiszem, hogy nehéz, de ki kell bírni. Igen, próbálom. Mentálisan is érzem, hogy kezdek leépülni. Tudja, ez a bezártság. Mit javasol? Nézzem filmeket, amik teheti, aztán próbálja meg kikapcsolni, ameddig Cecília nem dönt másképp. Hú, bazd meg, ki vagyok ám segítve. Bekamúzok neki valamit, kíváncsi vagyok, mit mond rá. Meghalt a kiskutyám, és nehezen tudom feldolgozni. Részvétem! Mit javasolom? Hogy dolgozzam fel? Engedj el a kutyát, temessék, aztán utóbb jobb lesz. Azonnal megnyugodtam. Erzsi, maga egy csoda. Pánikbetegségem is kijújulni látszik. Értem, aha! Hát az nem jó. Hát nem. Ezt nagyon jól látja. Prosziljon meg nem foglalkozni vele. Oké, megproszilok. Ok, lejárt az idő, Péter, köszönöm beszélgetést. 3999 forintot, ha lehet utalva legyen, mutassa. Mi van? 4000 forint ez a faszomság? Hát ennél bazd meg, ez a pohár többet segített volna, ha beszélgetek vele. Már megbocsásson, de nem is beszélgetett velem. 32 percet késett, aztán a gyerekével játszott, mellettem meg több emberrel is beszélgetett. Nem érzi, hogy ez nem teljesen korrekt? Mondtam, hogy miért? Tisztelettel beszélj velem, szaktekintély vagyok. Azt mondta, egy órán keresztül beszélget velem. De fizessen így a faszom. Na ide figyeljé, te temető! Ne ugassál nekem, mert az embereik rád mennek csíragyász. Na végre előjött a valódi énje. Már is élvezetesebb így beszélgetni. Még maga van felháborodva? Ha, hol a címet, faszgeci? Nem fizetel, elkapunk címbalomképű. Neked falasztói pocsokszerű, mi van? Kurva anyád, ugatok neked falasztói pocskoszorú, temetésen legyen ünnepnap csíra magyar. Hallod? Ha mit kerülsz te, geci, gyere vissza, mert család megbassza a szent templom fejű. Jaj, a rendőrség meg a NAV, hogy fog örülni magának. A kezemben vannak hiába perkoc magyarországi rojtosbölény. Rojtosbölény, az mi beszólás? Már tárcsázom is a hatóságokat. Tárcsázd, én meg a mafiának szólok, apám oda megy, elveszi a testedből az életet. És letiltott. De nem már, most itt maradtam totál mentálisan összezuhanva. És még a testemből is elveszik az életet. Megint. Se baj, nézzük a jó oldalát, legalább ingyen beszélgettem egy pszichológussal.
Az a baj, hogy én nem tudom elengedni ezt a nőt. Azt akarom, hogy megdolgozzon a pénzért. Valahogy mindenképp felveszem vele majd a kapcsolatot. Következő részben folytatjuk. De ez most így ennyi volt, köszönöm, hogy velem tartottatok. Ha nem szeretnél várni a következő részekre, ott a csatornatagság. Gyere és lesd meg hetekkel előbb a tartalmakat. Hamarosan találkozunk, sziasztok!